egy hatalmas és világhírű életmű, ami a tied, és érdekes dolog az, hogy mennyi minden gyökerezik belőle a gyerekkorban. Háborús gyerek voltál? Igen, háborús gyerek. 11 éves voltam, amikor bejöttek az oroszok. Nagykanizsán történt ez az esemény. Pont húsvét vasárnap, akkor mi valahogy a haláltól nem féltünk. Tehát nyilván nem tudom, a gyerek talán ösztönösen is. Ugyanakkor a halottól féltünk. Tehát ha megláttunk valahol egy halottat, mert sajnos láttunk ilyet, az akkor több napig éjszaka nem mertünk kimenni, meg ilyesmi, és ez nem csak velem volt így, hanem megbeszéltük a barátokkal. Elég sok döglött madarat találtunk annak idején, ami részben talán a légnyomásnak volt a következő, nem tudom, de elég sok volt. És megpróbáltam ezeket kitömni, és kitömtem elég sok madarat, olyannyira, hogy amikor a háború után újra kezdődött a gimnáziumban a tanítás, akkor a természetrajzi szertárban nem maradt semmi, mert az oroszok kidobálták az ablakon, és akkor a természetrajz tanár engem kért meg, hogy én próbáljam meg, mert tudta, hogy én tudok madarat kitömni, és akkor kaptam egy-két ilyen lelőtt madarat, varjút, meg szürkegémet, és akkor ezt én kitömtem. Tehát mondom, ez a probléma, hogy valamit megnyúzni, szétszedni, az izmokat kibontani, egy csontokat, akár lefőzni egy koponyát, stb. Ez nekem gyerekkoromból maradt szaktudás idézőjelbe. A családodban voltak nevezetes rokonok? Igen. Nagy apámnak a mamája volt a Vaszary János nagynénje. A festői. A festőnek, igen. Nagymamám özvegy lett egész fiatal korában. Az anyám volt 3,5 éves, a húga 2, és a bátyjuk 5 éves, amikor a nagyapám meghalt balesetben. Ő vasúti tiszt volt. Úgy néz ki, hogy egy rabiátus ember lehetett, mert Zágrábba helyezték valami elég magas beosztásba, és megpohozta a főnökét, mire büntetésből akkor még Horvát-Szlavóniának nevezett vasútállomás, a határvasútállomásra helyezték állomás főnöknek, ott is halt meg. Egyfajta lázadó hajlamot azért örökölhettél. Hát innen biztos, mert az anyám az egy abszolút, sajnos bután lázadó volt, mert ott is föllázott állandóan, ahol biztos, hogy nem kellett volna. Itt volt Pesten, és könyvelő volt a metró, akkor kezdték építeni a metrót, a metró vállalatnál, ahol akkor elrendelték, hogy minden szobába Rákosi képet kell kitenni. Mire anyám valami megjegyzést tett, hogy ide ne Rákosi képet tegyenek, már azt én leköpöm. Na most erre föl mindenhonnan teljes mértékben kirúgták, úgyhogy ilyen titokba vart másoknak, abból tartotta fönn magát. A piaristákhoz én addig jártam, amíg föl nem oszlatták a rendet. Nagykanizsán civil tanárok vették át a gimnáziumba a tanítást, és én 5. koromban eljöttem onnan, és följöttem Pestre. Könyves Kálmán gimnáziumba, ahol érettségiztem, az érettségi előtti osztály, tehát a 7-esek csinálták mindig az érettségizőknek a búcsúztató bálját farsang táján, és ez mindig egy ilyen diák előadással volt összekötve, és akkor ezt minket bíztak meg. Volt az osztályban egy nagyon lelkes, nagyon jó tanuló barátom, aki azt mondta, hogy akkor ő megrendezi, és miután én rajzoltam az osztályban legjobban, én csinálja meg a díszleteket. És aztán elhatároztuk, hogy akkor ő elmegy rendezőnek, én pedig akkor díszlettervezőnek, így találtam rá a Magyar Iparművészeti Főiskolára, ahova be is hívtak, és közölték velem, hogy tök tehetségtelen vagyok, de azért menjek vissza rajzolni. Visszamentem, és akkor jött egy tanár, körülbelül nem tudtam, hogy ki az, aki azt mondta, hogy fiam, innen kelj, fölhozd a cókmogodat, és ülj át ide, és így átültem egy másik terembe. Mert? Mert én kontrafénybe akartam megrajzolni egy gipszfejet, amit hát még mai nap se tudnék meg. Tehát én nem tudtam. Én sose rajzoltam úgy, hogy tanulmányrajz. Nem tanított engem soha senki, csak így magamtól. És akkor átültetett, mondta, hogy innen rajzolt, fiam, azt. És akkor utólag tudtam meg, hogy ez a Borsos Miklós volt. 2 évig voltam az 5-ös szakon. Átkerültél a porcelán szakra. A porcelán szakon tanult a Rákosi Mátyás felesége, Rákosi né, akit 3 gorilla kísért mindig.
egy a udvaron várt, egy a folyosón, egy pedig bent volt a tanterembe, mintha ő is félt volna. Valahogy a félelem uralta azt a környéket, a Sztalin meghalt, egy kis helyre zsufolódott össze az egész iskola, és az első sorban egy ilyen félkörben voltak az iskola vezetői, középen a Rákosiné. Oda jött be a akkori ügyeletes pártitkárnő, Garai Erzsébetnek hívták, aki hát ilyen teátrálisan vonult be, hogy elvtársak, és valóban ilyen sírást, lehet, hogy sírt, nem tudom, de a hangja után úgy tűnt, meghalt, atyánk, Rákosi elvtárs. Így mondta, és ott volt a Rákosiné, és akkor, bocsánat, Sztalin elvtárs, atyánk. Mert ugye mind a kettőt atyánknak kellett nevezni, tehát hogyha az ember vizsgán Sztalinról beszélt, akkor először is fel kellett állni, hogy atyánk, Sztalin elvtárs, de fölállt a vizsgáztató is. Szóval ez már elképzelhetetlenül vicces. Hát most gondolhatod, hogy mi is viccesnek fogtuk föl, de nevetni nem mertünk rajt, mert az élet veszélyes volt akkor. Tehát, na most ez megtörténik egy ilyen esetben. Mondanom se kell, hogy mindenki valami olyan röhögési görcs kapott el bennünket, hogy de senki nem mert, hát ha ott valaki elröhögi magát hangosan, akkor az nem tudom, hányan voltunk az iskolában, fene tudja, 100 fölötti létszám, ott egy kitör a röhögés, azt ember meg nem állítja, és akkor az egész iskola Szibériába köt ki, meggyőződésen. Az teljesen kizárt, hogy mi a nyugati művészetről bármit is megtudhassunk, olyannyira, hogy mit tudom én, az impressionistákról se esett szó, Cézant pedig kifejezetten nekem nem adták ki a könyvtárba, mert egyszer véletlenül hallottam ilyet, hogy a Cézannak vannak szép akvareljei, és akkor éppen akvareleztünk, hogy hát megnézném, hogy milyen. Bementem a könyvtárba. És majdnem fegyelmi lett belőle, mert azt mondta, Schrammel-es, kimondta magának, hogy Cézanne. Hát nem mertem megmondani, hogy a László Gyulától hallottam, mert az volt a műtörténettanár, és az egy ilyen folyosói beszélgetés közben ejtette el ezt, hogy a Cézanne akvarel. No, hát egyébként a László Gyulát egy évvel később el is bocsátották, tehát, de ha akkor én ezt megmondom, azonnal kirúgják. Szóval egy ilyen légkörben tanultunk, ugyanakkor ezt az egész, tehát az ötvöst, a kerámiát, a porcelánt, az egy úgynevezett főtanszakban a Borsos vezette. Ő volt a vezető tanár, aki egy kifejezetten képzőművész-centrikus oktatást vezetett, megadta a feladatot, és akkor valamit egy héttel később bejött. De általában nem korrigált körbe az osztálynak, hanem odament egy kiválasztott fejhez. Az első fejnél emlékszem rá, hogy először odament a modellhez, és így arasszal megnézte a fejet, és így felénk mutatott, és azt mondta, hogy kérem, egy arc ekkora, a Donatellónál is ekkora, és kiment. Na most, hát oda mentünk, és a mi fejeink, azok egyre nagyobbak lettek, ugye, mert az ember megmérte ugyanelőtte, pláne a Győri után, persze, hogy megmértük, csak nem fért el a szem, meg az orr, meg a nem tudom, és akkor mindig hozzátettünk valamit, tehát csak ilyen nagy görög dinnyék voltak ott a szobrászálvány tetején, és hát tudom, borzasztóan el voltunk enőd, vagy ez most hogy lesz, és akkor legközelebb egy kard volt nála, egy ilyen lovassági kard. Néztük, hogy most ez mit jelent meg, minden a Borsos így körülnézett, és oda ment az egyik ilyen görögdínje fejhez, ebben a karddal, és így din, leszapta a fölösleges izét, aztán így szúrt kettőt, meg mit tudom én, és ott volt egy karakteres portré. És ezzel kiment. Teljesen meg voltunk döbbenve. Összeomolva ott maradtatok. Ugye, hát, még remektünk is, hogy most ez hogy volt, meg hát olyan gyorsan történt az egész. A történetnek az a folytatás, hogy másnap mindenki egy kenyérvágó késsel, meg mit tudom én, mivel jött, és mi is elkezdtük szabdolni a fejeket, természetesen tökéletesen elrontottunk mindent. Na jó, ilyen órák voltak röviden. A Borsos egy ilyen nagyon szuggesztív, kicsit rapszodikus módon tanított bennünket, és akiket ő nem tartott elég jónak, oda sem ment.
engem végig tanított, tehát én a diplomáig a növendéke voltam. Ugye közben jött az 56, amikor is nekem diplomáznom kellett volna a meghatározott diplomaidőbe, de hát ezt nem sikerült, mert az iskolát szétlőtték, az én már elkészült porcelán diplomámat is összetörte a légnyomás vagy a gránát. Ti 56-ot, a forradalmat hogy éltétek át? Mi történt veletek a főiskola? Nem tudom elmondani, szóval ez valami egészen frenetikus valami volt, és először nem akartuk elhinni, aztán a járda két oldalán tömött sorba álltak az emberek, ablakokba zászlók. Parlament előtt rettenetes tömeg gyűlt össze. Tehát oda mindenki valahogy oda jött, akkor már nem csak diákok, hanem a jó Isten tudja ki mindenki nem. És ott egymást összeordítottuk, hogy Nagy Imrét a kormányba, aztán akkor elszavolta a Sinkovics a talpra magyar, és akkor elkezdték ordítani, hogy oltsák le a csillagot, mert a parlament kupoláján egy csillag volt, és akkor hát jóval később megjelent a Nagy Imre. És mondott egy beszédet, nyugodjanak meg, stb. Ez volt az, amit először úgy kezdett, hogy elvtársak? Igen. És akkor nagy ordítás, hogy nem vagyunk elvtársak. Te még egyszer ott voltál a parlament előtt. Találkoztam egy tömeggel, amelyik a Alkotmány utcán ment a parlament felé, és akkor én is oda mentem. Akkor találkoztam Nagy Jóskával, és akkor ott orosz tankok álltak, Nagy Jóska többek között az egyikre fölmászott utcán, de erről most megjelent egy fotó. Én amögött, a tank mögött valahol voltam, amelyiken a Nagy Jóska ottan lengette a zászlót. És akkor elkezdtek lőni a Földművelési Minisztérium irányából. Én szerintem lőttek a Néprajzi Múzeum épületének a tetejéről is. Mind az őrült próbáltunk eltűnni onnan. Nekem sikerült a parlamentnek a oszlopai közébe menni, de persze akkor azt is mondták, hogy onnan is lőnek. Tudom, hogy én teljesen el voltam úgy kámpicsorodva, vagy na most viszont mi jön? Már 56-ban vacakoltunk, hogy elmegyünk, nem megyünk el. Többször is nekiindultunk, mert akkor az úgy volt, hogy Kelenföldön megállt egy vonatakaló, szólt, hogy Szabadföldre beszállás, és lehetett elmenni. Mi is voltunk Kelenföldön. De azt mondtuk, hogy esett az eső, hogy esőben nem diszidálunk, és visszamentünk Nagy Jóskával. 57 júniusában diplomáztam, és akkor a Borsos még mint főtanszakvezető vezette a diplomát. Jöttem a diplomáról ilyen lógó orral, hogy akkor most akkor mindennek vége van. A iskolának is vége, nekünk is végünk, nem tudom most mi lesz. És akkor a Borsos jött szembe. És én köszöntem neki, jó napot kívánok, tanár úr. Jó napot, és így ment tovább. Jó napot, mester. Mesternek szólított bennünket. És akkor ez csak megfordult, és utánam kiabált, hogy mester, parancsoljon, tanár úr. Maga megtanulta a porcelán, tudja, akkor maga itt marad, és maga tanítja a következőket. Így lettem tanársegéd. És ott maradtam 52 évig. Egy húzamba. És Borsos Miklós meddig maradt ott? Borsos Miklós 60-ba fogták perbe. Miért? Azt mondták, hogy a forradalomba visel dolgaiért, meg hogy alkalmatlan a tanításra, meg olyan eszméket tanít, ami nem felel meg a szocialista embertípusnak, stb. Borsos gyakorlatilag a C pont alapján rúgták ki, úgyhogy a nyugdíját is elvették. Politikailag megbízhatatlan. Az egyik legsúlyosabb ítéletforma volt, ha valakit így kirúgtak. És akkor a Borsos egyből eltűnt, elment Tihanyba, és nem fogadott senkit. Elbúcsúzott tőletek? Nem, vagy? Nem. Mert úgy ment el, hogy mi nem tudtuk, hogy nem jön többet. De tőletek gondolom azért nem búcsúzott el, hogy ne hozzon titeket veszélyes helyzetbe. Egész konkrétan ezt mondta is, ez életveszélyes, ha maguk ide jönnek. Amikor engem kineveztek tanársegédnek, tehát ez 58-ban volt, akkor a Juhász László vezette iparművészeti tanács üzent nekem, hogy menjek át. Úgy fogadott, hogy fiam, te most friss diplomás vagy, tele vagy életkedvel és tervekkel és minden,
most alakul újjá a hollóházi porcelángyár, itt fognak először magyar porcelánt gyártani, te fiam, elmész oda, és megváltod a világot. Hát Hollóházán nekiálltam kísérleteket csinálni. Ha én egyszerűen a koboltba bele nyomtam a tenyeremet, és ezzel megfogtam a lopótököt. Ezt bevittem a főiskolára, mint tanársegéd, és ezt meglátta akkora Hincnek az utóda, aki egy kormánybiztosi ranggal kinevezett valaki volt, nem volt akkor éppen főigazgatónk, megkérdezte tőlem, hogy mi ez daktiloszkópiai lelet? Azt kezdték mondani, hogy hát én kvázi olyan dolgokat csinálok, ami nem hát felel meg annak az elképzelésnek. És kirúgtak. A Hollóházáról rúgtak ki, szerencsére a főiskoláról nem. Röviden behívott az igazgató, Kristóf Bálintnak hívták az illetőt, és azt mondta, hogy ez, amit én csinálok, ez nem korszerű, nem felel meg Hollóházának, nem pártszerű, ez ilyen nyugati agyrém. Nem is tudom, mondott még valamit, hogy dekadens meg. Szóval, amit akkor ilyenkor elmondtak, és hát, hogy akkor én ne jöjjek többet. És akkor nem mentem többet. Mundenez Ausztriában van, Salzburgtól 60 kilométerre visszafelé, Hallstatt közelébe. És ott van egy porcelángyár, mai napig megvan, 1966-ban. Ott rendeztek egy szimpóziont, és azonnal meghívtak. De innen meg nem engedtek ki. Tehát bementem a minisztériumba, hogy én kaptam egy ilyen meghívást, Schrammeller társ írja meg ennek a meghívó félnek, hogy Bianco meghívót küldjön, és mi majd tudjuk, hogy kit kell kiküldeni. Köszönöm szépen, meghajoltam, és pont 3 év után, ez 67-ben volt, sőt, 4 évet vártam már akkor, megint érvényes volt ez a turista útlevelem, amivel viszont ilyen célra nem szabad kiutazni. Hát én kiutaztam vele. Mondtam, hogy lesz, ami lesz, kimentem, és így voltam a mundeni szimpózión egyik résztvevője, ahol felfedeztem, hogy a nyugati kollégák teljesen más alapképzettséggel, teljesen más módszerekkel, más anyagokból dolgoznak. Körülbelül egy olyan 4-5 nap múlva én rájöttem, hogy mi az én erősségem, mit tudok én jobban, mint ők, viszont mit tudnak ők, amit én nem tudok. És elkezdtünk egymástól tanulni, egy pár emberrel meg is beszéltem. Hát mondanom sem kell, hogy mintázni, rajzolni 50-szer jobban tudtam, mint ott bármelyik. Ezen ők nagyon elcsodálkoztak, és amikor a gundeni szimpóziumnak vége volt, hazajöttem, akkor 2 dolog hát foglalkoztat. Az egyik, hogy feltétlenül kell Magyarországon egy ilyen közösségi munkaterületet teremteni, szimpózium formát teremteni, mert ha mi 3 évente ilyen véletlenszerűen jutunk el valahova, akkor mi nem jutunk előre, mert annyira előttünk vannak technikailag. Elindultam, hogy egy ilyen szimpózió lehetőséget szervezzek, és akkor találkoztam a Rétfalvi Sándorral, akiről akkor tudtam meg, hogy ő ugyanebben az időben a Margitbányai kőszobrász szimpózionon volt, és hogy ő ugyanebben a gondolattal jött haza, hogy Magyarországon is meg kéne teremteni ezt a közösségi munkát, és ők akkorra már Pécset találtak támogatót, és a nagyharsányi kőbányát megkapták, hogy uraim, itt van, álljanak neki, és ők nekiálltak. Takács Gyula volt a megyei elnök helyettes, első helyettes, aki a kultúráért felelős. Na most ő azt mondta, hogy hát őneki tetszik ez a gondolat, beültetett egy autóba, és több helyszínt megmutatott Baranya megyébe, mire a végén Siklósra értünk, és ott mutatta ezt a akkor nagyon elhanyagolt állapotban lévő hajdani ferences kolostort, és elindítottuk az első ilyen közösségi munkát. Tulajdonképpen frissen végzett növendékeimet egyszerűen összeszedtem, és azokkal levonultunk, megpróbáltuk beüzemelni ezt a művésztelepet, úgy koldultuk össze az eszközöket, és akkor én voltam az, aki nagyon rajta voltam, hogy gyerekek, nem adjuk föl, és ha az ősember tudott kemencét csinálni, akkor mi is tudunk. Úgy döntöttem, hogy én nem próbálom meg azt, hogy,
hogy ezeket a technikai újításokat és újdonságokat én minél előbb megtanulom, és minél gyorsabban utánuk eredek, hanem én eleve ezt is elutasítom, és azt mondom, hogy elindulok az ellenkező irányba, semmi nem kell, csak az, ami a lábom alatt van a föld, és a két kezem. Tehát egész egyszerűen, mégpedig abból indultam ki, hogy ha az ősember tudott remek műveket létrehozni azzal a primitív technikával, ami abban az időben létezett, akkor nem létezik, hogy én nem találok valamit ezen az úton. Maga a történelem is ugye rétegekből áll. A német így is mondja, hogy Geschichte. Elkezdtem mindenféle növényt, ezt, azt, amazt vizsgálni, és arra döbbentem, hogy minden ilyen réteges. Tehát a növény is különböző évgyűrűk közte más rétegek vannak, és akkor elkezdtem ezt a dolgot háromdimenziósra formálni, hogy kívül van a héj, aztán egy következő héj, és akkor belül van, nem tudom én micsoda. Sőt, a csíra ebből belülről jön ki, és szétfeszíti a rétegeket. Úgy következett egyik a másikból, és akkor építettem olyan gömböket, a belső szerkezetet, megépítettem egy ilyen rács szerkezetet, és azt beborítottam rétegekkel. Ezek a samott gömbök, a szétrobbanó formák, belülről szétfeszülő formák, ezek valami fantasztikus elismerést kaptak 1971-ben. A faenzai nagy kerámia kiállítás. Igen, ugye? Hát akkor még a kerámia világba, a kerámia művész világba Faenza számított központnak. Igen. Tehát aki Faenzában valami elismerést nyert, azt az egész világon ismerték. A minisztérium megrendelésére a műcsarnok szállította ki akkor a tárgyakat, és az volt az előírás, hogy 5 munkának kell kikerülni, és az Faenzában működik egy nemzetközi zsűri, és az dönti el, hogy az 5 munkából egyáltalán valami kikerül, 2 kerül ki, és díjazott csak az lehet, akinek mind az 5 munkája ott bennmarad a zsűri után. Ezt úgy oldották meg a magyarok, hogy azt mondták, hogy nekünk 10 munkát kell beadni a műcsarnokba, mert a zsűri ebből kivesz 5-öt, ha egyáltalán számításban jön, hogy elküldik, és az 5-öt pedig hát majd a faenzaiak megnézik. Most én beküldtem 10 darabot, amiből eleve szándékosan csináltam, nagyon megfontoltan 5, amit én jónak gondoltam, és 5-öt, amit nem gondoltam jónak, hogy legyen mit kizsűrizni. Na most a zsűribe, mikor bementem, hogy akkor elhozom a maradékot, akkor közölte a ott lévő művészettörténész hölgy, hogy hát amelyiken a piros pont van, az a kizsűrizett, és amelyiken a zöld, az fog menni Faenzába. És megdöbbentem, mert az összes jó munkámon volt a piros pont, és az összes rosszom volt a zöld. Hát ez a Csernicki Mária művészettörténész volt. Megérdemli, hogy a nevét kimondjuk, igen. Megkérdeztem, Marika, mit szól ehhez? Azt mondta, hogy hát ő nem szólt ehhez semmit, de mondom, és ha én kicserélem ezeket a pontokat, magának nagyon nagy ártalmára lesz. Azt mondja, úgyis itt voltam már egész délután, elmegyek, iszom egy kávét. És ez alatt én kicseréltem a pontokat, kimentek a jó munkáim, és ezzel nyertem a ravennai nagydíjat. Úgyhogy ez is egy történet. A te munkáid kimentek, de te nem mehettél ki velük. Ja, hát én nem mehettem ki, mert... Hogy volt jó. Ez? Az egy külön történet megint, mert akkor viszont kin voltam Svédországban egy szimpózionon, sőt Finnországban, és onnan jöttem haza, és az utolsó fillérünket költöttük el, mikor Csehországban jöttünk keresztül. Ez az a bizonyos magánturista útlevéllel kint levőség dolláros volt, igen. Útlevéllel a Gabival, a feleségemmel együtt mentünk, és jöttünk vissza, és elfogyott a 70 dollárunkból az utolsó cent is, de gondoltam, hogy Csehországban még legalább, már nem is tudtunk volna tovább jönni, mert fáradtak voltunk, hogy a Karlovy Vary szimpózionon én megállok, és ott barátaink vannak, ott meg tudunk éjszakázni. És így kerültünk oda, mire jön egy dán keramikus, és
hát már bemutattak ott egymásnak, hogy te vagy a Schrammel, mondom én. Azt mondja, akkor te gazdag vagy, ugye? Mondom, ez olyan röhelyes volt, hogy egy pillanat nem volt a zsebemben, és akkor azt mondja, gazdag vagy. Azt mondja, meghívhatnál bennünket egy sörre. Hát mondom, jó, hát. Ez mindez ilyen rossz németséggel. Ő se tudott, jó, meg én se, úgyhogy ketten együtt valahogy ott kibontakoztunk. Jó, hát azért. És akkor nem értettem, hogy miért mondja ezt nekem, de aztán akkor már többen is összejöttek, meg örültek, és ez csak aztán a katalógust, a fajenzai katalógus mondja, hogy nem ez vagyok én. És akkor ott láttam meg, hogy én vagyok az első lapon. És akkor, hogy így tudtad meg, hogy megnyerted a fajenzai kiállítás díjat, művészeti nagydíjat. Igen, és akkor... Hát akkor megértettem, hogy miért mondja, hogy én gazdag vagyok. Mindez a dolog június elején történt. És szeptemberre kaptam egy olyan útlevelet, hogy kimehettem a pénzért, de előírták, hogy csak másodosztályi napi díjat költhetek a saját pénzemből, a teljes összeget haza kell hoznom, le kell adnom a Nemzeti Bankba, és majd a Nemzeti Bankba, ha kapok erre egy külön engedélyt, amit szintén kérvényezni kellett, akkor válthatok egy úgynevezett valuta belföldi természetes személy részére szóló engedélyt. Amikor is letétben van nekem pénzem a Nemzeti Bankba, és ha kapok engedélyt, akkor ennek az összegnek a terhére el is utazhatom. Nagyon örültem, hogy természetes személynek vettek. Világos. Még akkor is, ha valuta belföldi. Igen. Úgyhogy... Végül is kimentem, teljesen oda voltam odakint, megkaptam ezt a olasz lira, akkor ilyen, ilyen sok pénzt kaptam papírba, így dagadt a mellényem, és mondtam, hogy én ebben nem merek itt közlekedni. És hogy adták át, oklevél, aranyérem, vagy valami ilyesmi járt ezzel? Oklevél. Oklevél. És ezt átadták ünnepélyesen? Ez annyira ünnepélyesen, hogy a polgármester rendezett a tiszteletemre egy ebédet, ahova meghívta a fajenzai kollégákat. Későbbiekben szintén megtörtént, hogy aranyérmet kaptál Fajenzában, azt, hogy igen, vetted hát át ezt a bizonyos aranyérmet. Akkor nem mehettem ki, hanem a magyar intézetnek a kultúrosa vette át a nevembe, ott kint Fajenzában, és a Magyar Akadémiára elküldték a külügyminisztériumba, ahonnan kaptam egy értesítést, hogy az aranyérmen mehetek átvenni. Mentem átvenni, és akkor mondtam a portás, nem meg kellett ügyek, hogy hova kérem, és mondtam neki, hogy ezért, mert magának nem kell fölmenni, itt van, és a kezembe nyomott egy fölszakított borítékot, abban volt az aranyérem, meg a diploma, meg az egyebek. A mulandóságnak van egyfajta szépsége, akkor is, ha az ember azt mondjuk nem olyan igazán szereti. Kimentünk a Bugac pusztába, ott van egy ilyen szódás tó, és hát nagy meleg volt abban az időben, úgyhogy a tónak a víztükre össze zsugorodott egy egész kis területre, és azt fedeztem föl, hogy ebbe egyébként ugye az iszap az ilyen 6-szögletes, 5-szögletes táblákra szakad, ahogy zsugorodik, hogy ezekben a táblákban itt-ott döglött madarak vannak, döglött sirályok. Uh-huh. Egy ilyen tömböt ki tudtam emelni. Bevittem a kecskeméti stúdióba, megvártam, míg megszáradt, betettem a kemencébe, és akkor jött a meglepetés, mert ez jött ki belőle, és akkor elkezdtem tudatosan csinálni ilyeneket. Mégpedig úgy, hogy felfedeztem, hogy az utak mentén az autók rengeteg madarat ütnek el. Igen. Egyszerűen elütik, és akkor az ütés következtében az úgy kipördül az út szélére. Összeszedtem én egy egész csomót, és döbbenetes hatásuk van. Az külön érdekesség, hogy ettől, hogy ilyen csontváz, meg a röpülésnek a képlete valahogy úgy benne marad, valami olyan szürreális. Miután ezek a dolgok azért úgy jönnek, hogy amikor oda megyek és keresgélek egy ilyen árvíz után például,
akkor ott a döglött madártól a döglött kutyán keresztül az égett a világon minden talál az ember, és ezek így egymásra halmozódnak, halak, meg mindenféle. Úgyhogy akkor megpróbáltam fordítva, hogy nem negatív, tehát nem kiég belőle a hajdani organikus élet, hanem annak a látványa őrződjék meg, és akkor mindent, ami előfordulhat egy ilyen helyen, azt én úgy összeraktam, és így egymásra halmoztam, mint a hordalék. Az, amiből én csinálom a dolgot, az az úgynevezett alapforma, az a föld maga, ami a lábam alatt van. És akkor egész egyszerűen fogtam magamat, és beleléptem például egy ilyen agyag felületbe, hogy megmaradjon a lábnyomom. Ugyanezt megcsináltam kézzel is. A World Crafts Council magyarországi előszimpóziumja volt, és éppen ezért egy ilyen nagy vita volt, hogy hát ki mit tart a kerámia lényegének. És én azt mondtam, hogy én ezt. Ebből persze egy nagy vita indult el, hogy hát... És én mondtam nekik, hogy gyerekek, én úgy látom, hogy nekem a kerámia lényege, miután a földből származik az egész, az a lábom alatt elterülő világ, és nekem azt fölülnézetből, vagy legalábbis egy más nézőpontból kell megközelítenem. Mit szólt ehhez a tradicionális kerámikus szakma? Hát azok föl voltak háborodva, főleg a magyarok, mert ezt beküldtem a Pécsi Biennáléra, ahol ráadásul még díjat is nyertem vele, ebből aztán olyan fölháborodás keletkezett, mindennek elhordtak, hogy tönkreteszem a magyar kerámiát, meg mindenféle. Hát ez vele járt akkor a szakmai vitákkal. Hát egyedül maradtam a nézetemmel, de... Én aztán akkor már nem voltam olyan ne bánts virág, hogy én megijedtem volna, mentem tovább ezen az úton. Látszott már eleve így csináltam, hogy a földre fektettem az egész agyagot. Egy kerek épületnek a foajén van, tehát maga 20 méter szer, majdnem 3 méteres relief is fordul, úgyhogy egyszerre mindig csak egy olyan 3x3 méteres területet lehet látni, és utána fordul, mintha lapoznék egy könyvet. Ezt akkor már konzekvensen úgy csináltam, hogy én most felszántom a földet, ütöm a földet, döngölöm a földet, beleugrom a földbe, bukfencet vetek rajta, stb. És ennek megpróbáltam a lenyomatait megőrizni. Ez a három felé hasítás egy ősi szimbólum, majdnem minden kultúrában ez a nőiességnek, a nő létnek a szimbóluma. És akkor fogtam magamat, és azon a ponton repesztettem el ezt. Na most ezt aztán használtam többször is, és itt is felhasználtam. Ennek azt a címet adtam magamban, hogy a földnek a színháza. Tehát azok a geológiai és egyéb változások, ami a föld felszínen van, ami szintén egy nagy színház. Azt én megpróbálom láthatóvá tenni. Barassagyarmati domborműnél ott azt próbáltam megoldani, hogy a kínai gondolkodásban lévő ingyán, a sötét világos, stb. Ellentétek, azok egy ilyen felületen milyen találkozási pontokat írnak le, tehát én ezt követtem, ezt az ívet, hogy az egyik oldalon lévő súlynak feleljen meg egy negatív a másik oldalon, tehát egy pozitívnak a negatív a másik oldalon is fordítva, és a durva, kemény formákkal szembe jöjjenek a lágy formák. Engem az életben nagyon sokszor kísértett meg a színház. Tehát a Vác, a Pécsi Színház, a Nemzeti Színház, a Balaton Színház. Megbízást kaptam a Pécsi Színháznak a rekonstrukció idején, hogy a két színház épületet egy híddal összekötik, és a hídnak a felületére kell egy pirogránitból készült reliefet tervezni. És ott arra gondoltam, mi lenne akkor, hogyha én mondjuk egy rendezőként
választok egy színészt, amit én mintázok meg, és akkor emellé választok egy szubrettet, meg egy primadonnát, meg egy tudom is én mit, és akkor ezek különböző dolgokat játszanak. Ebből született tulajdonképpen a Minotaurus és története. Hogy születtek a karneváli figurák? Meghívtak Herenden az igazgatósági tanácsba, és miután én úgy éreztem, hogy én ott sok okosat nem tudok mondani, hagyjanak engem inkább kísérletezni, és én megpróbálom. Amiről ők beszéltek, azt én megpróbálom megcsinálni, aztán hátra sikerül. Előbb voltam Herenden, és csak később mentem Velencébe. Akkor ott döbbentem rá, hogy ezt kell csinálni Herenden. Az egyik az ugyanegy karneváli áradzban van, viszont tele írtuk a köpenyét különböző nyelvű kultúráknak a verseivel. Én arra gondoltam, hogy oda jön egy idegen, megnézi, megtalálja a saját versét, annyira megörül, hogy bemegy és vesz egy ilyen kis valamit ott a boltba. Magyar versből mi volt rajta? A Körúti hajnal. Annyira furcsa világ az, hogy valamilyen másnak fölöltözni, és ez a porcelánnak annyira fekszik, annyira az ő világa. Már a porcelán a születése pillanatától egy ilyen művi anyag. Hazudik. Gyönyörű, úgy hazudik, mint az Odysseus a Penelope-nek, hogy a porcelánból nem tud eszembe, hogy egy komoly drámai valamit próbáljak megcsinálni annak. Valahol én tőlem távol áll. Állarcos, aranyköpenyes, aranyállarcos figurák, és ami a különlegességük, a herendi régi mintakincs fut rajtuk. Számodra egy ilyen mitikus épület az Iparművészeti Főiskola, illetve most már egyetem. Én 52 évet töltöttem el diáktól a rektorig, sőt a nyugdíjasig ebben az intézményben. Magában az iskolában, amikor én odajártam és tanultam, akkor a képzőművészeti szellem volt az a vezérelv, aminek az alapján a növendékeket tanították. Pogány Frigyes rektorsága alatt az építészet lett az a vezérelv, ami meghatározta az egész iskolának a szellemiségét, majd az ő távozását követően a design, az úgynevezett ipari forma tervezés lett a főiskola vezérelve, és ez gyakorlatilag az én rektori kinevezésemig tartott. Én akkor arra gondoltam, hogy az oktatásban a kézműves műveltségtől, nevezzük ezt műveltségnek, az ipari gyártás ismeretéig mindent föl kell ölelni egy-egy szakmai egységen belül. Csak azt tudom oktatni, amit én magam is tudok. Amiről biztosan tudom, hogy az körülbelül úgy van, azt tudom tanítani. Valaki nem tud zongorázni, nem zongorista. Tehát meg kell tudni abból az anyagból, azokon az eljárásokon keresztül fogalmazni azt, amit ő ki akar fejezni. Én úgy érzem, hogy a tanításon keresztül én tanultam a legtöbbet. Tehát kénytelen voltam megfogalmazni a növendék számára bizonyos nehezen megfogalmazható dolgokat, és akkor ezen az ember előtte is, meg utána is elkezd gondolkodni, hogy vajon én jól fogalmaztam meg azt. Az esztétikai és a filozófiai háttértől kezdve a technikai ismereteken keresztül minden dologgal foglalkozni kell, és végül is én a magam számára azt szűrtem le, és valószínűleg ez a tanításban is kiderült, hogy
Én a természetet többre tartom, mint a hegeliánus szellem által létrehozott emberi alkotást. Az, amit az emberi szellem létrehozott, az nem egészen konform a természettel. És a természet tudja jobban. A növendégekkel is, amennyire tőlem tellett, hát próbáltam ezt a dolgot megértetni, hogy nézzenek utána, mert a természetben még mindig olyan rengeteg fel nem ismert dolog van, ha azt megismeri, akkor millió lehetőséget talál arra, hogy saját magát fölépítse. Tehát ez volt nagyjából a tanári filozófiám. 52 év után hogyan búcsúzott el tőled a főiskola, illetve egyetem? Sehogy. Úgyhogy mondták, hogy én akkor ezután ne tanítsak, menjek nyugdíj, illetve akkor már nyugdíjban voltam, mire fölkeltem, kijöttem ott a kapun, és azóta kint vagyok. Nem mondta senki, hogy jó napot kívánok, vagy viszontlátásra, vagy valami. Azt se, hogy köszönöm? Nem, semmit. Mi tulajdonképpen egy állandó nyomás alatt vagyunk. És hogyha én a belsőmben nem tudok egyensúlyt tartani a külső nyomással szembe, akkor engem összenyom a környezet. De mi történik ugyanilyen szituációban egy ember alakkal? Megpróbáltam egy ilyen erőhatásnak kitenni, tehát megcsináltam a figurát tökéletesen, ahogy egy szobrásznak meg kéne tudni csinálni a figurát teljesen, minden apró porcikájáig, és utána megpróbáltam belehelyezni homokba, mert a homok nyomásra úgy viselkedik, mint a folyadék, nem lehet összenyomni. Tehát a homokkal közvetített nyomás úgy hat az emberre, ahogy a környezeti nyomás általában, és az én formám reagál arra. És akkor ebből csináltam egy sorozatot. Mondjuk itt van ez a öreg néninek, a paraszt néninek a feje, amelyik, hát én rendesen megcsináltam, ez egy élő létező öregasszony volt, akinek nagyjából egy olyan erőhatásnak tettem ki a fejét, ami egyébként a paraszt embereknek az életében tényleg ott van. És érdekes módon parasztabb asszony lett, mint a portrém, amit megmintáztam. De egészen döbbenetes, hogy ez a Duna figura például fekszik és hullámzik a teste, tehát a drapéria körülötte. Nem tudnám ilyenre mintázni, ha megfeszülnék se, tehát én rábízom ezt a véletlenekre. Amikor kiveszem, akkor megcsavarom. Annak is megvannak ugye a maguk törvényszerűségei, ami egy kicsit olyan, mint a víznek a hullámzása. Már az is egy törvényszerű jelenség. Én a kerámiában meglehetősen radikálisan elszakadtam azoktól az eredeti nyomvonalaktól, amik hát a kerámiát tulajdonképpen jelentették, és belemerészkedtem egy másfajta világba, amit nagyon sokan azt mondják, hogy szobrászat. Én ebben azért vagyok bajban, mert a szobrászat is egyfajta mesterség. Na most azon belül én a szobrászati mesterségnek egyetlen részét művelem, amit ha viszont nem lennék keramikus, nem tudnám, hogy úgy kell csinálni. És ez a formáknak a viselkedése, nekem úgy tűnik, hogy a természetben minden forma a különböző egymással ellentétes erők hatására jött létre. Rettentő nagy vita volt itt nálunk, képzőművészet körökben is, meg mindenütt, hogy geometrikus művészet vagy figurális művészet. Akkor én megpróbáltam csinálni porcelánból egy nagyon szabályos kockát. Tehát egy szép fehér porcelánból úgy kivágni egy kockát, hogy ahhoz én kézzel nem nyúlok hozzá. És ez sikerült, megcsináltam a tökéletes formát. Én ennél jobbat már nem fogok tudni az életemben csinálni, mert ehhez nem lehet hozzátenni egy millimétert, meg elvenni se belőle, akkor itt nekem most abba kéne hagynom. És akkor kértem el valakitől a légpuskát, hát belelőttem egy ilyen, és meglepődve tapasztaltam, hogy itt valami nagyon furcsa történik, nevezetesen ez. Ennek a filozófiai része az érdekes, hogy itt én megpróbáltam elszakadni attól a szobrász gondolkodást, hogy én hozom létre a formát. Én hagyom, hogy a forma létrejöjjön, ha megtalálom azt az eredőpontot, amitől a forma így vagy úgy változik, akkor létrejön egy olyan forma, amit én nem tudok csinálni. Mert ilyet nem lehet csinálni.
A szobrász a végeredményt mintázza meg, te pedig először megcsinálod tökéletesen, aztán bizonyos erőknek kiteszed, amitől roncsolt lesz, gyötört lesz, de egy tökéletes figura volt az elején. Tökéletes, igen. Akár geometrikus jelenség, vagy formációról van szó, akár egy emberalakról, vagy valami. A kiinduló formám nekem mindig az általam megoldható tökéletességig elvitt forma. Tehát ebben látod az egyik alapvető különbségedet a szobrásztól, mint olyan. Igen. Szobrásznak valószínű, nyilván meg tudná csinálni, talán jobban is, mint én, de nem jut eszébe. Nem így gondolkodik. Az emberek a körülöttünk lévő világot amennyire csak lehet szögletesre, tehát geometrikusra építik. És a természet ezt nem viseli el, nem szereti. Akár kívülről, akár belülről éri a erőhatás, ezt a geometrikus világot próbálja visszavinni a természet felé. Tehát ezért lesz organikus, mert egyébként ez is organikus. Mikor én 1962-ben elkerültem Pompejbe, én nem tudtam, hogy ilyen figurák vannak. Ugye belepte a vulkáni hamu, ami megszilárdult, és a testek kiporlattak belőle. Gyakorlatilag a negatív forma keletkezett, és ezt a negatív formát kiöntötték gipszel. Na most a legdrámaibb benne az, hogy ezek a figurák egy olyan mozdulatba dermedtek meg, ami az élet és halál között van, pont. Ha az ember belegondol, akkor a művészetbe ez a legkritikusabb pillanat. Valószínű azért csinálunk egyáltalán műveket, mert félünk a haláltól. Tehát szeretnénk valami nyomot hátrahagyni. A pompai figurák rettenetesen erősen hatottak rám, nem csak én rám, meg mások is próbálkoztak azzal, hogy csináljanak ilyet. Elkövették azt a hibát, amit én is az elején, hogy megpróbáltunk olyat csinálni, mintha az történne, és ez nem lett jó. Ellenben, ha létrehozom azt a szituációt, ami ott történt, tehát a figura nem vulkáni homokban, hanem normális homokba kerül, és azt a nyomást előidézem, akkor megkapom a Pompeihez hasonló figuráknak ezeket a furcsa torzulásait. Sokszor tér vissza az életművedben az elmúlás, akár itt a közelmúltban, 2006-ban, az 56-os sorozatodban. Én, aki benne voltam, és akkor éltem, és körülöttem haltak meg emberek, én tulajdonképpen ilyen homályosan emlékszem a dolgokra. Néha nagyon konkrétan, néha nagyon homályosan. Van egy egészen különös figura, egy korpusz, egy Krisztus test. Most Igen. Egy teljesen szokatlan ábrázolás, mert Krisztust nem szokták úgy ábrázolni, hogy visszatér a földbe. Gondolkodtam sokat, mielőtt megcsináltam, hogy én ezt megcsinálhatom-e vagy nem. Megpróbálom róla levetni, amit a legkülönbözőbb korokban, a legkülönbözőbb legendák formájában akasztottak erre rá, és megpróbálok, hogy ez az eredeti dolog az tulajdonképpen miből indult el. És egyet biztosan tudok, hogy az egy élő, létező személy, keresztre feszítették, azokat a legnagyobb gondolatokat, ami az emberiséget valamilyen irányba, jó irányba befolyásolja, azt azért az emberek egy része mindig megpróbálta eltüntetni, megsemmisíteni, stb. Tehát ez biztos, hogy megtörtént. Hogy föltámadt-e vagy nem, azt nem tudom. Tehát én egy kicsit eljátszottam ezzel a gondolattal, hogy vajon ha a test, tehát ugyanaz történik, mint minden más emberi testtel, az visszavesze valamit abból a szellemi töltésből, ami viszont a szellemiségéből következik. Valahogy én legalábbis én így érzem, hogy ennek az elmúlásnak is van valamiféle szépsége. Én úgy érzem, hogy a természetben ez a rend, ez mindenkivel eddig is így történt, és velünk is így fog történni, akármennyire szeretnénk, ha valami más is történne. Ezzel kapcsolatos különböző vallási tételekben megfogalmazott vigasztaló elméletekről nem tudom, hogy igaz-e vagy nem. Úgyhogy, de hogy a testtel mi történik, azt A testtel lehet mi történik, tudni. Azt tudom. Ez mutatja.
halál pontosan mutatja. Porból lettél, porrá leszel. Tehát mi tényleg a föld anyagaiból vagyunk. Minden részünk valamilyen módon olyan anyag, ami a földben van jelen. És mikor az ember visszatér a földbe, akkor ezek az anyagok ugyanúgy élik a további vándorlásukat a föld anyagában, és valószínű, hogy növényben, állatban, stb. Megint életre kelnek, aztán úgy mennek tovább.